kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Az ige húsvér emberré lett. Közöttünk élt. Mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Az ige húsvér emberré lett, és közöttünk élt, mi pedig közelről szemléltük a dicsőségét. Igen, a mennyei atyától származó egyszülött fiú dicsőségét, akiben az isteni kegyelem és a valóság teljessége lakik. Ő az, akinek a teljességéből kaptunk mindannyian sokféle kegyelmet, áldást és ajándékot az Isten kegyelme alapján. Amikor Erzsébet már terhessége 6. hónapjában volt, Isten elküldte Gábriel angyalt a galileai Názáretbe egy szűzhöz, akit Máriának hívtak. Ezt a leányt egy József nevű férfi, aki Dávid király leszármazottja volt, már eljegyezte magának feleségül, de még nem házasodtak össze. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek! Az örökkévaló kegyelmébe fogadott téged, és veled van. Mária megdöbbent és zavarban volt. Azon tűnődött, vajon mit jelenthet ez a szokatlan köszöntés? De az angyal így folytatta. Ne félj, Mária! Mert nagyon kedves vagy Istennek. Fiút szülsz majd, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét a bűneikből. Így teljesedett be, amit az örökkévaló mondott a próféta által. Nézzétek, a szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni, akinek Immánuel lesz a neve. Ez a név azt jelenti, Isten velünk van. Ő hatalmas lesz, és a magasságos Isten fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja ültetni Isten, az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké, Jákob leszármazottjai fölött, és a király uralma soha nem ér véget. Mária ezt kérdezte. Hogyan lehetséges ez? Hiszen én még szűz vagyok. Az angyal így válaszolt. A Szent Szellem száll rád, és a magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz, és Isten fiának nevezik. Nézd, a rokonod Erzsébet is áldott állapotban van, és ez már a terhessége 6. hónapja. Idős kora ellenére fiút fog szülni, pedig mindenki meddőnek tartotta. Látod? Isten számára semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt. Az örökkévaló szolgáló leánya vagyok. Legyen nekem a te beszédet szerint. Ezután az angyal elment. Hiától szó volt a pusztában János, az Isten felkent körbe ő, hirdette Istennek országát, s az ki ő utána jövendő. Ő, aki szellemmel keresztel, szabadítja a foglyokat, ha fájó szíveket meggyógyítja, ha vakok szemeit megnyitja. Mi pedig láttuk, hiszünk, valljuk, hogy Jézus a király. Mi pedig láttuk, hiszünk, valljuk, hogy Jézus a király. Jézus a király. Ahol egy szűz fogadta őt, a világ megváltó királyát, neve Jézus az egyszülött. Ő, aki elvette bűneinket, én halált hal a keresztán, de Isten felvitte a mennyet, és most uralkodik trónusán. Mi pedig láttuk, hisszük,
legyen az örökkévaló Izrael Istene, mert segítségére sietett népének, és megváltást hozott nekünk. Hatalmas szabadítót küldött hozzánk szolgájának, Dávidnak családjából, ahogyan ezt ősidőktől fogva szent prófétái által megígérte, hogy megszabadítson ellenségeinktől és gyűlölőink kezéből kimentsen. Azért tette ezt, hogy megmutassa ősapáinknak kegyelmét, és hogy megtartsa a velük kötött szent szövetséget. Azt a szövetséget, amelyet Ábrahámnak, ősapánknak esküvel erősített. Megígérte, hogy az ellenségeinktől megszabadít, hogy félelem nélkül szolgálhassunk Istenünknek. Szentségben és igazságban járva ő előtte, életünknek minden napján. Ő az üdvösség ismeretére tanítja Isten népét, amikor bűnbocsánatot nyernek Istenünk nagy irgalmasságából. Ezért meg fog látogatni minket a nap felkelte a magasságból, hogy világosság ragyogjon azokra, akik a halál árnyékában sötétben ülnek, és hogy a békesség útjára vezessen bennünket. Abban az időben Augustus császár parancsot adott, hogy írjanak össze mindenkit a római birodalom területén. Ez az első népszámlálás akkor történt, amikor Szíriában Ciréneus volt a kormányzó. Mindenki útra kelt hát, hogy a saját városába menjen és ott nyilvántartásba vegyék. József is elindult a galileai Názáretből, hogy a júdeai Betlehembe menjen, Dávid király szülővárosába. József ugyanis Dávid családjából származott. Vele utazott eljegyzett menyasszonya Mária is, aki gyermeket várt. Amíg Betlehemben voltak, elérkezett Mária szülésének ideje. Meg is szülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt hely a számukra. Azon az éjszakán a Betlehem környéki mezőkön pásztorok legeltették a nyájukat. Egyszer csak megjelent előttük az örökkévaló egyik angyala, és az örökkévaló dicsősége körülragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, de az angyal ezt mondta nekik. Ne féljetek! Mert nagy örömhírt hoztam nektek, amelynek az egész nép örülni fog. Megszületett ma nektek a szabadító, a Dávid városában. Ő az Úr, a Messiás. Erről a jelről ismeritek fel. Egy csecsemőt fogtok találni, aki bepójálva fekszik a jászolban. Ekkor hirtelen hatalmas angyali sereg jelent meg, és együtt dicsérték Istent. Dicsőség Istennek a mennyben, és békesség a földön azoknak, akik Isten tetszése szerint élnek. Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok ezt mondták egymásnak. Menjünk hát Betlehembe, és nézzük meg, ami ott történt. Hadd lássuk, amiről az örökkévaló szólt nekünk. Ezzel sietve útnak indultak. Meg is találták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő csecsemőt. Amikor meglátták, elmondták, amit az angyaltól hallottak róla. Ezen mindenki nagyon csodálkozott. Mária azonban a szívébe zárta mindezt, és később is sokat gondolkozott rajta. Ezután a pásztorok visszatértek a nyájukhoz, dicsérve és magasztalva Istent mindazért, amit láttak és hallottak, mert minden pontosan úgy történt, ahogy az angyal mondta. A legnagyobb ajándék atyántól, hogy elküldte értünk fiát, megszületett és láttuk a gyermeket a jászolban, és később láttuk őt fenn a keresztfán, akkor nem értettük még, de látjuk már az életét, Isten tökéletes tervét. Ő nem csak ember, Isten fia, és nem csak egy gyermek. Oroszlánja, megváltó, mint
Veszőszál sarjad Isai törzsükének a tövéből. Friss hajtás hajt ki gyökeréből. Aki megnyugszik az örökké való szelleme, a bölcsesség és az értelem szelleme, a tanács és az erő szelleme, az örökké való ismeretének és az Úr félelmének a szelleme. Mert egy gyermek születik, fiút ad nekünk az örökké való, aki vállára veszi az uralom terhét. Így hívják, csodálatos, tanácsadó, erős Isten, öröklét forrása, békesség fejedelme. Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed, és véget soha nem ér sok. Királyként ül Dávid trónján, amelynek igazság az alapja, igazság által uralkodik, attól kezdve örökké. Féltő szeretetének tüze által, maga az örökké való Isten, a seregek ura viszi ezt véghez. Arról beszélünk nektek, aki már a világ kezdete előtt létezett. Az ígéről, aki maga az élet, arról, akit magunk hallottunk, saját szemünkkel láttunk. Egészen közelről figyeltünk, sőt, kezünkkel érintettünk. Ő, aki az élet, nyilvánvaló lett. Mi láttuk őt, tanúskodunk róla és hirdetjük nektek az örök életet, aki öröktől fogva az Atya Istennel volt, most azonban látható módon megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretett közösségbe, amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk. Azért beszélünk most nektek erről, hogy ti is együtt örüljetek velünk. Isten pedig úgy mutatta meg nekünk, hogy mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a földre az egyetlen fiát, hogy rajta keresztül örök életet kapjunk. Ez az isteni szeretet. Nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem ahogy ő szeret bennünket. Ez pedig azzal mutatta meg, hogy a saját fiát küldte a földre azért, hogy engesztelő áldozat legyen a mi bűneinkért. Kedveseim, ha Isten így szeretett bennünket, akkor nekünk is ezzel az isteni szeretettel kell szeretnünk egymást. Isten még soha senki nem látta, de ha isteni szeretettel szeretjük egymást, Isten bennünk él, és ez a szeretet kiteljesedik bennünk. Tudjuk, hogy Istenben élünk, és Isten bennünk él. Honnan tudjuk? Abból, hogy ő a saját szelleméből adott nekünk. Az Atya Isten elküldte a fiát a földre, hogy az egész világot megmentse. Ezt mi a saját szemünkkel láttuk, és bizonyítjuk, hogy így igaz. Aki elismeri és megvallja az emberek előtt, hiszem, hogy Jézus az Isten fia. Abban Isten benne él, és ő is Istenben él. Mi pedig megismertük, és tapasztaljuk Isten irántunk való szeretetét. Ezért bízunk ebben a szeretetben. Mert Isten maga a szeretet. Aki ebben az isteni szeretetben él, az valójában Istenben él. És Isten is ő benne. Így növekszik bennünk Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Ezért örömteli bizalommal várjuk az ítélet napját, hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogyan ő. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Ha valaki fél, igazában attól tart, hogy Isten meg fogja büntetni. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Isten előbb szeretett bennünket. Ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten szeretetével. Aki azt mondja, szeretem az Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát? Mert Krisztus azt parancsolta, hogy aki Istent szereti, az a testvérét is Isten szeretetével szeresse. Nincs más ilyen szeretet, amit te adtál nekem. Egy új életben fogadtál.
megismertem szerelmet. Örökké tiéd vagyok, minden nap veled járok, nincsen nagyobb szeretet. Te vagy az úcs, az élet. A megváltottak hangja ez, dicső király hozzász el, te vagy reményünk. A megváltottak hangja ez, dicső király hozzász el. Cheers.